Lakossági tájékoztatót tartott Pásztor Béla Veresegyházváros polgármestere és Oroszi Sándor Szada nagyközség polgármestere 2016. január 26-án Szadán, a Fenyvesligeti település részen a Fenyő utca és a Fenyveserdő utca sarkán. A találkozó apropója a két települést érintő tervezett elkerülő út kérdésköre volt, melyről több mint másfél órán át egyeztettek. Jó napot kívánok, szeretet és tisztelettel köszöntöm Szada polgárait és azokat a versetyázi érdeklődőket, akik eljöttek erre a fórumra. Mi elsősorban a szadai polgárokat szólítottuk meg, végpedig azért, mert Versetyázváros kezdeményezett egy elkerülő utat, amely részint érinti itt a Fenyvesliget lakosságát. És mivel a Fenyvesliget lakossága érintve van, tehát az észszerűség és a tisztesség azt kívánja, hogy önökkel az információkat megosszuk, és kikérjük az önök véleményét. Erről az egész projektről Pásztor Béla Versetyázváros polgármestere fog önöknek tájékoztatót adni, és elmondja, hogy mi a kezdeményezés, mi az, amit terveznek, mi az, amit szeretnének végrehajtani, és mi az, amibe az önök segítségét kérik, amennyiben nyilván nem ütközik olyan érdekekbe, amely a lakosságot sérti, vagy a szadai állampolgárok valamilyen tulajdonlási jogát, vagy egyebet. Veresegyház esetében kb. 20 év óta tervezzük, hogy fölcsatlakozunk az M3-asra. Ez azóta nem valósult meg. Az az út, amelyik az M3-ast az M2-essel kötné össze, az az út pillanatnyilag csak nyomvonalrajzon látható a térképen. Ennek megfelelően mi a területet az építésre természetesen kihagytuk. Az út megépítése egyelőre várat még magára, jelek sincsenek arra, hogy ez az út megépül. A város fejlődése és a környék településének fejlődése viszont azt igényli, hogy a jelenleg meglehetősen nehezen megközelíthető elsősorban M3-as autópályára a felcsatlakozást meg kell oldani, mert a megnövekedett autószám indokolja, hogy ne a falvakon keresztül történjen a megközelítés, amely sokszor egy 10 perces út 30 perces meghosszabbítását jelenti. A tervezett út nyomvonala tehát érinti Szadát, legfőképpen a Fenyvesligeti település részt. Így a két polgármester fontosnak tartotta, hogy informálják az ott élő lakosokat, illetve meghallgassák a véleményüket az elképzeléssel kapcsolatosan. Az út az Olajosoktól jönne lefelé, és jönne azon az úton, ahol most a földút van, aztán áttér a veresi oldalra, aztán halad tovább, a Veresnek a Ivacs lakóterület utáni részén, kb. 100-150 méter mély távolságba húzódik, és becsatlakozik a Csomád-Veresegyházi útba. Az őrbottyániak kérik, hogy menjünk tovább, és az őrbottyáni részt is kapcsoljuk hozzá. Ebben van veresi érdekeltség is, mert ebben az esetben a gépkocsik nem mennének át a városon. Az őrbottyániaknak pedig a fölcsatlakozása a hármasra jó lenne, de pillanatnyilag mi a építés során eddig nem foglalkoztunk vele. Erre az útra három utat terveztünk csatlakozni. Egyik a Fenyvesliget útja, amelyik a körforgalomból jön ki, és ennek az erdőnek a szélétől durván 50 méterre bent az erdőbe húzódik. A másik pedig a Patak utca, amelyik kimegy a Medvékhez, és van a harmadik a Csomád-Veresi főút, de lehet, hogy közben is csinálunk még fölcsatlakozási pontot, de ez a három pont az, ami a följutást biztosítja. Amiért most itt vagyunk, az az, hogy erről az útszakaszról beszéljünk.
A nagy létszámban megjelent érdeklődőknek Pásztor Béla nyomatékosan kiemelte, hogy a szóban forgó elképzelés egyelőre kizárólag egy terv, a megvalósulás azonban az anyagi kérdések mellett többek között a fenyvesligetiek akaratától is függ. A fórumon számos kérdés hangzott el a lakosság részéről. Többek között az út sebesség és súlykorlátozását, a várható zajt, az erdőben lakó élővilágot illetően, de felmerült az is, hogy a tervezett fejlesztés hogyan befolyásolná a fenyvesligeti ingatlanok értékét, illetve hogy valóban javítaná a két település közlekedési körülményein. A fórum elején többségében olyan vélemények jelentek meg, amelyek jelen információk tükrében ellenzik az elkerülő út megépítését. Akkor megcsinálják ezt az utat, felépítik ezt a zajvédő falat. Kérdem én, hogy fogunk átjárni a vasúthoz, és hogy fogunk kijárni a buszmegállóba? Melyik buszmegállóra gondol? Akár a körforgalomnál lévő buszmegállóra, és akár a Veresegyházi vasúton. A buszfordulóhoz ezen az úton fognak kijárni, ami most megvan. Tehát ezt a forgalmat, hogy... Járdát fognak csinálni? Azt ne tőlem kérdezze. Csak kérdem én, hogy itt ez egy gyerek? Én nem vagyok illetékes a Szadai utak építésében. Arra nagyon kérem, hogy mikor épül, hol épül, járda lesz-e vagy út, abban ne térjünk ki. Tehát a közlekedése önöknek erre az útra és arra az útra mind a két helyen biztosított lesz. Tehát önök fölcsatlakoztatnak arra az útra, ennek az útnak a végén, vagy a jelenlegi körforgalomnál. Engem az érdekelne, itt páran felvetették, csak utána az egyéb kérdések elnyomták, hogyha jól értem, akkor ezen az úton alapvető korlátozás nem lenne. Miért fontos ez? Bocsánat, erre nem válaszoltam, és senki nem mondta. Azt mondták, hogy 90 kilométerrel fognak közlekedni a utak, hát a tábla kérdése egy utat, hogy 60 kilométeres sebességet engedünk, ahol nem kell megállni, 60 kilométerrel kell menni. Ez az egyik része, elnézést csak befejezem, jó? Tehát, hogy a másik, igen, az úr is szerintem ugyanazt kérdezi, hogy súlykorlátozás ügyében, ugye ezt talán annyit a háttérnek, hogy Magyarország egyik legnagyobb szállítmányozó cégét vezettem, tehát van fogalmam a teherforgalomról, mindazt, amit a Rolling Cars Kft. Generál, mindazt, amit a Verestrans generál, mindazt, ami mondjuk egy Sanofi vagy egy GE forgalomhoz tartozik. Tehát van-e arra nyitottság, van-e abban valamilyen tárgyalókészség, hogy súlykorlátozás szempontjából mi az, amit megengedett? Júcsen. Menjének szabán keresztül ezek majd kapitulat. Nem. Tehát, hogy az szerintem nem egy állapot, hogy van egy rossz helyzet, és azt lecseréljük egy másik rossz helyzettel, mert itt most erről beszél. Oroszi Sándor, Szada nagyközség polgármestere a találkozón felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy ha az elkerülő úttal bármilyen mértékben csökkenteni tudják a településen áthaladó forgalmat, azzal Szada már nyert. Ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy a lakosság beleegyezése nélkül az út Fenyvesliget melletti szakasza nem fog megépülni. Ezzel az elkerülő úttal kapcsolatban a Szadai önkormányzatnak a véleménye, hogy ha Szada összességét nézzük, akkor nekünk minden megoldást pártolnunk kell, mert Szadán átvonuló óriási gépkocsi tömegből, ha csak 20-30 vagy 40 vagy 50%-ot tudunk megcsapolni, akkor ez már Szadának, hogy úgy mondjam, életet jelent. Ugyanakkor nekünk maximálisan figyelembe kell venni, és szívem szerint nagyon is figyelembe akarom és fogom venni azt, hogy Szada külső kerülete a Fenyvesliget, és a Fenyvesliget lakói biztonságát ne zavarja semmi. A biztonságra értem azt, hogy környezetvédelmi szempontból, tehát itt zaj, sebesség, egyéb minden tekintetben. Most úgy látom, hogy amit a polgármester úr, a Pásztor Béla Versetyázváros polgármestere fölvázolt, ez én személy szerint, szakember szerint azt mondom, szakembernek nevezem magam, ha bár nem vagyok útszakos, de azért az élet már bizonyos fokig azzá nevel, hogy 50 méterre a lakó
telep szélétől. Itt még van egy széles 20-25 méteres sáv, tehát ez már 75 méter. 75 méterre egy védőerdő és egy védőfal elvezetésével, tehát gyakorlatilag ebből a Fenyvesliget nem érezne hátrányokat. A fenyvesligeti lakosság nagy része nem így látja. Szuverén joguk, és Pásztor Béla úr megnyilvánulása alapján én azt hiszem, hogy ez maximálisan figyelembe is fogják venni. Amennyiben itt a lakosság azt mondja, hogy ennek ellenére nem, akkor nem fogják megvalósítani itt az erdőn keresztül a versenytársi körforgalomtól az utat. Ebben az esetben az elkerülő út más nyomvonallal épül majd meg. Ez pedig a Csomádi útról a gázáttemelő állomás felé egy összekötő út, amely kimegy a Mogyoródi útra és fölmegy az autópályához, és így oldja meg az elvezető szakasz problémáját. Talán lehet, hogy ez a második változat közelebb áll mindenkihez. Tehát ez is óriási mértékben megoldaná Szada problémáját, és ez egyáltalán nem zavarná a fenyvesligeti lakos életét, és nem okozna nekik problémát. A szadai emberek eldöntik majd, hogy akarják vagy nem. A döntéshez mi biztosítunk térképet, amely pontosan mutatja majd az út nyomvonalát. Van ma is ilyen térkép, vázlat, ilyen-olyan változatban, de ami kikristályosodik szakma által is jóváhagyottan, hogy hol van, hol megy a nyomvonal, akkor az emberek elé tárjuk, és az emberek döntenek. Akarják, hogy ez az út innen a körforgalomtól kimenjen a jövendő felcsatlakozó útig, vagy nem. Ha úgy döntenek a többségben, hogy nem, akkor ezzel az úttal nem foglalkozunk. Akkor megépül az az út, amelyik az M3-as autópályára való felcsatlakozást biztosítja, a Csomád-Veresegyház közötti útvonalhoz csatlakozóan, és a veresegyházi csatlakozásokat természetesen meg fogjuk csinálni. A beruházás megvalósításához szükséges összeg előteremtését teljes mértékben Veresegyházváros önkormányzata vállalta, így az útépítés költségei Szadát nem terhelik. A pénzügyi támogatást maximálisan biztosító városi önkormányzat és az állam, mert állami pénzeszközöket is be kell vonni, hogy majd hogy döntenek. És nyilvánvaló, hogy ebbe a szakminisztérium, tehát a közútkezelő legfelsőbb szerv, hogy fog dönteni, nemzetgazdasági minisztérium, ez már nem a mi kompetenciánk. A január 26-ai fórum az első lakossági egyeztetés volt. Az ígéretek szerint a jövőben az érintett szadaiaknak és veresegyháziaknak további konzultációkon lesz lehetőségük részt venni a témával kapcsolatban. Pásztor Béla, a Veresegyházváros polgármestere szerint a megbeszélések lezárása után a források biztosítását és minden egyéb előkészítési fázist követően az elkerülő út 2-3 éven belül megépülne. Örültem az emberek hozzászólásának, akár negatív volt, akár pozitív volt. Ez egy természetes dolog. Én nagyon sok fórumon részt vettem, ez egy csendes kis fórum volt, amelyen most itt részt vettünk, és az emberek elgondolkodnak, hogy mit tegyenek. Az embereknek világos képet rajzolunk arról, hogy mi lesz, és ők eldöntik, hogy igen vagy nem, ezt írásba adják, mert találkoztam már olyan helyzettel, ahol tiltakoztak, hogy ott ne legyen út, ezért, azért, aztán bejöttek, mondták, hogy ők sose tiltakoztak, csináljuk meg az utat, de nem szépen, akkor viselik annak a helyzetnek a további meglétét, amivel pillanatnyilag vannak, és az út nem fogja érinteni ezt a területet. Én, a véleményemet mondhatom, hátrányára válik ennek az egész térségnek, a jövendő fejlődésének, a vagyonértékeknek, mert ez most egy más helyzetben lévő településrész, mint ha megépül az új út, akkor természetesen ismét egy más helyzetben lévő, de pozitív helyzetben lévő településrész lehet.